A kiskörösi gospánsasok is fájó szívvel emlékeznek a 78 éves korában elhunyt Kóbor Jánosra, az Omega Együttes Kossuth és Liszt Ferenc díjas alapítójára. Felelevenednek bennük az elmúlt évek és mindaz, amit együtt átéltek az Omega Oratórium előadásai közben. Mi tudtuk, hogy beteg. Tehát a legutolsó próbákon is, halál előtt pár nappal fölhívtuk telefonon a Tókos Zolit, ő a lézer technikának volt a felelőse, és ő volt a mi kontakt emberünk, mindig vele tárgyaltunk meg dolgokat, és ő azért beszámolt arról, hogy, és tudtuk, hogy kórházban, tudtuk, hogy covidos. A kiskörösi gospánsasok 17 alkalommal állhattak egy színpadra az Omegával. A közös munka az Omega Oratórium című koncertsorozattal kezdődött, amit kifejezetten szakrális helyekre álmodtak meg. Ez olyan jó sikerült, hogy azt gondolták, hogy nagyobb templomokat megkeresnek az országban, meg a határokon túl is, és hát aztán így ment a híre, hogy a mi kiskörösi templomunk egy nagyobb templom, ahol azért 2000 ember szűken 1500 kényelmesebben elfér, és aztán van egy alapítványuk, a Gazdag László, annak a vezetője, ők kerestek meg, hogy lehetne itt. Aztán jöttek az ötlettel is, miután mondtam, hogy van egy kórusunk, hogy hát a Kantémusznak az utaztatása, mivel az egy profi kórus, hát nem kevés pénzbe kerül, mi lenne, ha mindig egy helyi kórus kérnének meg, hát mi erre persze rácsaptunk a kórussal, megkaptuk az anyagot, hangzóanyagot, kottát, mindent, fölkészültünk rá, és így az első koncert velük közösen itt volt a templomban. Lupták György Esperes a Mennyország előszobájaként élte meg a közös munkát az Omega Oratórium című koncertsorozatban. A 2014-es kiskörösi koncert mellett a gospánsasok együtt énekeltek Kóbor Jánossal és az Omegával a rimaszombati református templomban, a Kassai Szent Erzsébet dómban, valamint a Budapest Parkban, a Felcsúdi Pancsó Arénában és 2014-ben a Szabadság koncert részeként a Hősök terén is. Ez egy ingyenes koncert volt a Hősök terén, és mi a Andrássy út tengelyében álltunk a színpadon. Hát azt láttuk, hogy irgalmatlan sok ember, tehát körülbelül az oktogonig álltak az emberek, kivetítők voltak az Andrássy út két oldalán. Másnap reggel a rádióban borotválkozás közben hallottam, hogy talán 1 millió nézője vagy hallgatója, mert a német Scorpions is föllépett, az Omega volt az elő zenekara. Hát szóval ez maga a hely, a helyzet, a helyszín, a hangulat, amíg élek, emlékezni fogok rá. A sasok még reménykedtek abban, hogy a következő koncert sorozatnak is részesei lehetnek. Ők elkezdtek közben dolgozni az Omega Testamentumon. Akkor hát álmodtunk róla, hogy hát abba is szóhoz jutunk. Nem jutottunk szóhoz, már ez az ő döntésük volt végül is, pedig abban is van kórus. Azért a CD-t, az anyagát megkaptuk, és hát abban bíztunk, hogy hát jövőre lesz 60 éves az Omega. És egy nagy álmuk volt, bár már ugye ketten, tehát Kóbor előtt már ketten meghaltak, ugye Benkő is, meg a Mihály, hogy talán még majd bejutunk, mert azt tervezték, hogy a Puskás Arénába Pesten lesz egy nagy 60 éves koncert. Hát szerintem ebből már nem lesz semmi. Kóbor János elhunytát az Omega zenekar közölte a Facebookon, ahol a Gammapolis című dal néhány sorával búcsúztak a rockzene álló csillagától. Most búcsúzom, jó barátaim. Találkozunk még, mondanám. De már nem hiszem, hogy újra eljövök, mert Gammapolis vár rám. Kóbor János elment ugyan, de dalai és a rajongók emlékezete életben tartják őt.